Sziasztok, tartsatok ma velünk Prágába. Londonból repültünk Prágába Annával, aki elhívott magával erre az útra. Kora reggeli járattal indultunk, így reggel 10-re már Prágában voltunk. Prágai reptérre lehet venni buszjét a belvárosba, mi a 119-es busszal, majd metróval mentünk Prága várnegyedéhez, bőfél órás volt az út. Érkezés után célirányosan elindultunk a várhoz, ami az első számú látnivaló Prágában. A várnegyed fantasztikus elhelyezkedésének köszönhetően elképesztő kilátást nyújt a Moldvára és szinte az egész prágai belvárosra. A Guinness Rekordok könyve szerint a prágai vár a világ legnagyobb középkori vára, a cseh uralkodók egykori székhelye, napjainkban pedig a cseh köztársaság elnökének székhelye. A várat Borivoj herceg alapította 870 körül. A várnegyed gazdag történelemmel rendelkezik, a különböző épületek különböző építészeti stílusokat képviselnek, sajnos a 16. század közepén egy tűzben szinte minden leégett, ekkor építették újra a várnegyedet. A jegyiroda a Székesegyház mellett található. Mint kombinált jegyet vettünk, ami belépést biztosított a Szent Vitus Székesegyházba, a régi királyi palotába, a Szent György bazilikába és az Arany utcácskába is. A Szent Vitus Székesegyház a prágai érsek székhelye a prágai vár közepén, Csehország legfontosabb temploma, cseh királyok nyughelye, a gótikus és a neogót stílus kiváló építészeti példája. A jelenlegi Székesegyházat 1344-ben kezdték el építeni János cseh király utasítására. A régi királyi palota Prága legjelentősebb és legnagyobb gótikus építménye. Itt állhatott a cseh fejedelem első palotája, de ez csak feltételezés. A viharos 15. században a vár mintegy 80 évig üresen állt, a cseh királyok az óvárosból kormányozták az országot. Az udvartartást 1483 után Jagelló Ulászló költöztette vissza a palotába, jelentősen átalakította, kibővítette az épületet, aminek egy része ekkor kapta a ma is látható formáját, ekkor épült meg a ma is látható leghíresebb része, az Ulászló terem. A Szent György Bazilika Prága legjobb állapotú román stílusú temploma közvetlenül csatlakozik hozzá a Szent György Kolostor. 1142-ben egy tűzvészben megsérült, a helyreállítása során jött létre a napjainkban is látható épület. Thank you.
Петро называется, в общем, Вальшанский сад. A Prágai Vár egy kis utcáját Aranyutcácskának hívják, szokatlanul apró, ma már színes házai eredetileg a vár őrzői számára épültek a 16. században, kezdetben az Íjászok utcájának volt ismert, ma használt nevéhez sok alkimista kapcsolatos történet fűződik, de nevét valójában az aranyművesek után kapta. Az utcát a II. Világháború után vették állami tulajdonba, a lepusztult környéket felújították. Az eredeti épület 24 házából 16 maradt meg, ahol kiállítást rendeztek be az utca történelméről. Láthatok itt középkori fegyvereket, egy aranyműves rekonstruált műhelyét, különböző kornak megfelelően berendezett polgári otthonokat, Franz Kafka és Jaroszláv Szejfert egykori házát, de szuvenírbolt is van, sőt az utca végén áll az 1496-ban épült Dalibor, aminek földszintjén börtön volt, nevét első fogjáról Dalibor fiatal nemes emberről kapta, aki a földbirtokosokkal szembeszálló parasztok mellé állt.
Ebédre beültünk a Vár alatti utcában lévő egyik étterembe, ahol marhagólyás levest rendeltünk, amit buciban tálaltak, természetesen egy jó hideg citromos limonádé, és hely is jól sem maradhatott ki. Közelben van a Mézes Kalács Múzeum, ahol mindenféle finomságot lehet venni. Kiadós ebéd után igyekeztünk megmászni a Petrin hegyet, ami egy 327 méter magas domb, a parkosított hegy a prágai lakosok kedvelt pihenőhelye. 1891-ben épült a tetején lévő 63,5 méter magas petrini kilátótorony a párizsi Eiffel torony alapján. Egyre a lustábbak siklóvasúta is fel, illetve le is tudnak menni. Egyről leírva a Károhídba botlottunk, ami Prága egyik legismertebb nevezetessége, a kis oldalt, azaz a várfelőri részt köti össze az óvárossal. Ez a Moldva legrégebbi ma is álló hídja, amit 1357-ben kezdtek építeni. A híd 516 méter hosszú, közel 10 méter széles és 30 barokk szobor díszíti, állítólag ezt a hidat építi a legtöbb szobor a világban. A híd két végét gótikus tornyok zárják, amiket belülről is meg lehet nézni. Fura, de ez volt a második alkalom, hogy Prágában járok, de most is kimaradt ez az élmény. Thank you so much. Délután becsekkoltunk a szállodánkba, egy picit pihentünk a wellness központban, este pedig vacsorázni mentünk az óvárosba. Tartsatok velünk a következő részben, hiszen az óváros még hátra van, sőt Németországba, Dresda városába is átruccanunk.